Üdvözlöm Dobos László polgármester urat. Itt vagyunk a Szociális Szolgáltató Központnak az átadásán. Ez egy új telephely, ahol itt vagyunk és átadásra került. A város miben és mennyiben tudott ehhez hozzájárulni, segíteni? Hát egészen pontosan a Család és Gyermekjóléti Szolgálat központjában vagyunk. Egy törvényi feladatot oldottunk meg, minden járásban kell egy ilyen szolgáltató központot létrehozni. A feladat adva volt, nekünk helyet kellett találnunk mindenképpen, hogy a munkatársakat ugyan szinten és olyan helyen tudjuk elhelyezni, ami méltó és alkalmas arra, hogy az ügyfeleket tudják fogadni. És kézenfekvő volt, hogy a volt munkásőrbázisnak a felső emelete az a hely, amit át kell alakítanunk ahhoz, hogy itt ilyen 9 irodahelyiségből álló rendszert tudjunk kialakítani. Elsősorban ezzel járultunk hozzá, hiszen a munkásőrbázis az az önkormányzatnak a tulajdona, az alsó szintjén, ahogy mindenki jól tudja, a Karcagi Hírmondó kapott elhelyezést, és a felső szint volt akkora méretű, hogy ezt a feladatot itt meg tudtuk oldani, ki tudtuk alakítani ezt a szolgáltató központot. Tehát egy törvény által meghatározott feladatot teljesítettünk. A kérdésre tehát a válasz, hogy adtuk magát az épületet, és természetesen adtuk a finanszírozást ahhoz, hogy a régi lelakott épületből egy pompás irodarendszer jöjjön létre. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget. Üdvözlöm Kuncsillát, rövidítve mondom, a Szociális Szolgáltató Központnak az intézményvezetőjét. Most került sor az átadásra, ez egy új telephely átadás volt. Miért, milyen apropóból született meg az elhatározás a telephely módosítására? 2015-ben jogszabályváltozás történt, és ennek következtében új feladattal bővült az intézményünk feladatellátása. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást integrálni kellett, tehát ezt követően egy szervezeti és szakmai egységben működhetett tovább. Természetesen ezzel, ahogy az előbb is mondtam, bővült a feladataink ellátása, illetve növekedett a szakmai létszám, és mindezek igényelték ugye a újabb telephelynek a létrehozását. Milyen ügyeket tudnak itt intézni, és változott-e az ügyintézésnek a menete valamiben? Az ügyintézés menete nem változott. Nyitvatartási időnk hosszabbodott meg annyiban, hogy szerdánként 17 óráig jöhetnek klienseink ügyes-bajos dolgaikat intézni itt a Bajcsi-Zsilinszky út 6 szám alatt. Új szolgáltatásokkal bővítettük feladatellátásainkat a Családsegítés és Gyermekjóléti Központ részéről, így például telefonos készenléti szolgálatot működtetünk, kapcsolattartási ügyeletet, jogi tájékoztatás nyújtást, valamint továbbra is működik a pszichológiai tanácsadásunk. Helyben vannak ezek a szakemberek, vagy valamilyen településről átjárnak, és így segítik az ide látogatókat? Helyben vannak a szakemberek, tehát nem kell vidékre utazni, hanem itt a régi Püspökladányi út 33 szám alatti székhelyünkön, illetve itt az új telephelyen vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és természetesen a készenléti szolgáltatott telefonon, amelyet munkaidőn kívül működtetünk. Tehát, hogyha valakinek este, éjszaka van olyan problémája, akkor tudja hívni ezt a telefonszámot. Köszönöm, és sikeres, eredményes munkát kívánok. Köszönjük szépen.